85 éves korában vasárnap reggel hunyt el Torgyán József. Hát valóban a rendszerváltás után a magyar politika egyik legszínesebb figurája volt, a legérdekesebbek egyike is. Ellenfélnek milyen volt? Érdemes azzal kezdenünk, hogy milyen ellenfél volt Torgyán József, vagy volt, amiben szövetséges is volt? Inkább kezdjük magával Torgyán Józseffel, mert és ne kezdjük mindjárt a politikánál. Sokan talán nem tudják, de Torgyán József úgy alapból egy nagyon jó képességű ember volt, hát csak gondoljunk arra, hogy kitüntetéssel szerezte a diplomáját, miközben a Zeneakadémián elvégezte a hegedű főtanszakot. Azért ez nem akármi. Aztán utána ügyvédkedett, és amikor bejött a politikába, akkor ott ugye az első időkben akkor még a párt egyik tagjaként, főügyészeként, aztán budapesti elnökeként, aztán pedig lendületből elfoglalta az egész pártot. Torgyán József megelőzte a korát, ő volt az első sikeres populista demagóg politikus Magyarországon, mert ő már ugye ezt 90-91-ben elkezdte, és gyakorolta is addig, amíg aztán az aktív politikai pályát befejezte. Ezt most dicséretnek tekintsem a populista demagóg kifejezést ebben az összefüggésben, vagy kritikának? Nem, az én szememben ez akkor sem volt dicséret, és most sem lenne dicséret, csak megjegyeztem, hogy szemmel láthatóan, ugye itt a bevezetőben szó volt arról, hogy mi volt akkor és mi van most. Most ez a populista politizálás kezd teret nyerni szinte mindenhol. Feltehetően nem utolsó sorban azért, amennyire itt az internet, Facebook világa tereli az embereket ebbe az irányba. Abban az időben ez még nem létezett, Torgyán József pedig virtigli populistaként lépett fel szinte az első pillanattól. Ellenfelei végig támadták azzal, hogy nagyon tisztázatlannak látták és láttatták 56-57 környékén Torgyán József szerepét és szereplését. Aztán Antal József lebegtette, hogy lehetett 3x3-as ügynök. Fontos ez és érdekes ez, illetve megtudtuk-e a valóságot ezek ügyében az elmúlt 30 évben? Hát azt hiszem, hogy így a halál akkor, a halála után annyira ez nem téma. Egyébként én nem találkoztam olyan dokumentummal, ami azt bizonyította volna, hogy ő ügynökként jelentéseket írkált volna. Állítólag létezett valamilyen fajta beszervezési papír, erről ő azt mondta, hogy ő elmegyógyintézetbe menekült a dolog elől. Kétségtelen, hogy azt is mondták, hogy a Tusek bírónak volt a fogalmazója, és hát 56 után, ha valaki valamit csinált, ő ugye azt is mondta, hogy fegyveres harcokban is részt vett, ilyen gyorsan azért senkinek nem bocsátottak meg persze, de hát szerintem nem ez a pillanat az, amikor ezt el kell kezdeni feszegetni, hanem is inkább, mert dokumentumokat nem láttunk. Illetve azt mondja, hogy populista politikus volt nyilván, de közben, miközben a populizmus nagy népszerűségnek örvend, és a kisgazdapártnak is volt egy olyan időszak, amikor ezzel jól lehetett operálni a magyar társadalomban, azért elég gyorsan eltűnt a süllyesztőben ez a párt. Nem csak ez, ráadásul az MSZP-n és a Fideszen kívül lényegét tekintve valamennyi a rendszerváltás környékén bívelődő párt, a Szozdemektől kezdve ezt hosszan lehet sorolni, mennyi minden párt. Mi ennek az oka? Ez egy lekövethető folyamat, amitől ez ilyenné vált? De különböző okok vannak itt, ugye a szociáldemokraták be se kerültek 90-ben a parlamentbe, mert hát ott a MSZP-t akkor nagyon sokan már szociáldemokrata pártnak tekintették, meg hát nem is találták meg a megfelelő vezetőket maguknak akkor, és azóta sem. Azonban az érdekesebb, hogy mi lett az MDF-fel, a kereszténydemokrata párttal és a kisgazdapárttal, és hadd emlékeztessek arra, hogy ezeknek a sorsában van közös elem. Ugye annak idején a Magyar Demokrata Fórumból a Szabó Iván féle társaság kivált. Én úgy tudom, hogy őket rábeszélték, hogy váljanak ki, és akkor majd össze tudnak állni a Fidesz-el, majd a Fidesz a megmaradó Lezsák féle társasággal kötött szövetséget. Úgyhogy aztán már közösen is indultak a következő választáson. De a kereszténydemokratáknál Gici György nem nagyon akart együttműködni a Fidesz-el. Erre kiváltak néhányan a kereszténydemokrata néppártból, és megalakították a kereszténydemokrata szövetséget, amelyik aztán megállapodást kötött a Fidesz-szel, és azóta közösen indul vele. És ugyanezt történt a kisgazdapárttal is. 2000
egyben megalakult a kisgazda polgári szövetség, ez a Turi Kovács Béla, Turi Kovács Béla társaság, ugye kiváltak a kisgazdapártból, szövetséget kötöttek a Fidesszel, és ők is a Fidesszel indultak. A kisgömböc lényegében bekebelezett mindegyikből valamennyit, és el tudta hitetni a választókkal, hogy én vagyok a Magyar Demokrata Fórum, és a Keresztény Demokrata Néppárt, és a Kisgazdapárt is, meg még persze a Fidesz is. A többiek azok pedig, akik itt megpróbáltak szembenállni, súlyos vereségeket szenvedtek, a Kisgazdapárt 2002-ben 0,78%-ot ért el a választásokon. Ez ugye egy egészen más forgatókönyv, mint ami történt mondjuk a Szabad Demokraták Szövetségével. Viszont Tornyán József nimbusza hol és mitől kopott meg? Ugye volt neki egy nagyon erős 90-es évekbeli népszerűsége, egy nagyon komoly támogatottsága, voltak pozíciói, volt miniszter, volt Fradi elnök, és egyszer csak eltűnt minden körülötte. Mi szívta, ki szívta a levegőt? Orbán Viktor, hogy azt ő gondolta végig? Ugye Tornyán József egy szeretetlen, méltó, jóhumorú ember volt egyébként. Ez nagyon sokat segített neki abban, hogy eladja saját magát. Ugye nem utolsó sorban persze, és ez egy érdekes dolog volt az ő esetében. Ő volt az, aki utoljára igazán meg tudta szólaltatni a vidék hangját, miközben ő egyébként, hát ott ücsörgött persze a Rózsadombon, és azon kívül, hogy Máté Szalkán született, nem sok köze volt már a vidéki Magyarországhoz. De mégis nagyon sokan érezték úgy a rendszerváltást követően, hogy a vidéki falusi ember, a mezőgazdaságból megélni szándékozók hangját ő képviseli. 96-ban talán akkor voltak a legnépszerűbbek ennek a következményeként. Aztán voltak neki kevésbé sikerült akciói, mert a sokat emlegetett beszéd a patakvérről, ahol a liberális férgek rágják a nemzet testét, ez volt az a pont, amikor elkezdett lemenni a kisgazdapárt népszerűsége, mert ettől azért már megijedtek, itt ő túltekerte a biciklit. Ugye a miniszter meg úgy lett belőle, és megjegyzem, ez az ő tevékenységének, én ezt nem a pozitív oldalra sorolom, de a máig ható eredménye, hogy 98-ban 82 helyen visszaléptek a Fidesz javára, így lett Orbán Viktorból akkor miniszterelnök. Ennek a következményeként lett Tornyán Józsefből földművelésügyi miniszter, és ez az időszak már a sikertelenség időszaka volt számára, részben azért, mert olyanokat vitt a minisztériumban, meghelyezett különböző szakmai pozíciókba, akik ott alkalmatlanok voltak, másrészt meg, hát ő is valahogy rabjává vált a pozíciónak, ugye meg a Fradi elnökség, meg a Chiléből importált cseresznye, és így tovább, és így tovább, kezdett nevetségessé válni, hát aztán a megfelelő időben pedig kivégezték, idézőjelbe téve persze, valamilyen módon elérték, hogy lemondjon, kiszálljon mindenhonnan, és aztán párszor még megpróbált visszatérni, de hát ez már nem sikerült. Van egy olyan városi legenda, és majd igazolja, hogy az vagy sem, hogy Orbán Viktor voltak éppen öt köztársasági elnöki pozícióval kecsegtette még 98-ban, hogy léptesse vissza a kisgazdapárt jelöltjeit a Fidesz javára. Az összes többi az már csak a hozadéka volt, hogy miniszter lett belőle, hogy beemelte a kisgazdapártot Orbán Viktor szükségszerűen és elkerületetlenül a kabinetbe. Ez nem városi legenda, hanem a koalíciós megállapodás a Fidesz és a kisgazdapárt között 1998-ban azt tartalmazta, hogy a köztársasági elnöki pozícióra a kisgazdapárt tesz javaslatot, és mindenki azt gondolta, hogy a kisgazdapárt javasol, akkor a javaslat Tornyán József lesz, szerintem Tornyán József is így gondolta. Ez egy belső pucs volt, hogy nem így lett? Én szerintem addigra már összegyűlt annyi kellemetlen ügy a Tornyán körül, hogy feltehetően valakik szólhattak neki, hogy Józsikám, akkor most nem magadat jelölöd, mert akkor ezeket mi most itt szépen elő fogjuk venni. Most megint nem akarom ebbe belemenni, és nem akarom ezeket sorolni, de abban az időben már érezhető volt, hogy nagyon meggyengülnek a pozíciói, és hát ugye akkor volt az a botrány, amikor két kisgazda képviselő lebukott, pénzt vettek át a Gellért szálló teraszán, esetet különösebben jó, de hát más gazdasági ügyek is voltak ott a kisgazdapárt környékén. Feltehető, hogy ez egy ilyen zsarolásnak a következménye volt, amikor
egy egyébként nagy beszédben elmondta, hogy miért ő lenne a legjobb köztársasági elnöke az országnak. Dörgő tapsokat kapott a kisgazda kongresszustól. Majd aztán elmondta, hogy de ő miért nem hagyhatja ott a kisgazda pártot, tehát ő egy áldozatot hoz azzal, hogy jelöli Mádl Ferencet, aki egyébként szintén fantasztikusan alkalmas. Úgyhogy az az érdekes, hogy akik oda mentek ünnepelni Tordján Józsefet, a kongresszus végén hosszan ünnepelték Mádl Ferencet, mint köztársasági elnök. Öngolt lőtt? Tordján József öngolt lőtt? Ez nem öngol volt. Valószínű, hogy rosszul mérték fel a lehetőségeiket, az erejüket, és talán az, hogy kormányra juthatnak, az egy rossz koalíciós megállapodásba és együttműködésbe vitte bele őket. Arra is hadd emlékeztessek, hogy talán az első év kivételével Tordján például nem vett részt már a kormányüléseken, mert nem alárendeltje ő Orbán Viktornak, úgyhogy ő távol maradt, és attól kezdve a helyettesét küldte. Az utolsó interjú kitartott amellett, hogy őt megfigyelték, hogy Orbán Viktor figyeltette, miközben erről bizonyítékot, igazán perdöntő bizonyítékot soha nem telt a világ elé, viszont újra és újra elmondta, hogy erre neki vannak bizonyítékai. De miért kellett volna Tordján Józsefet figyelni, amikor minden percben, amikor lehetett, akkor azonnal mutatta magát a nyilvánosság előtt, hogy aztán egyéb ügyekről meg milyen információi lehettek a miniszterelnöknek, nyilván voltak, de ahhoz nem kellett különösebben figyelni. Abból a szempontból korszerű politikus volt, hogy a nyilvánosság szerelmese volt? Ugye a 21. században az összes politikai szereplő gyakorlatilag folyamatosan a nyilvánosság előtt éli az életét, az interneten keresztül mindent tudunk, legalábbis az az illúziója van meg a polgárnak, hogy mindent tudhat az ő politikusáról és pártjairól. Előtte járt a korának? Ez egy más világ volt, arra hadd hívjam fel a figyelmet. Például Antal József nem nagyon állt szóba, csak úgy spontán újságírókkal, nem is jól jött ő át a televízión. Ehhez képest Tordján József minden létező lehetőséget megragadott a szereplésre. Ösztönös volt ez nála minden valószínűség szerint, de ugyanakkor viszont ez a sok szereplés, ez ártott is neki, mert azért az átjött, hogy őt nem mindig lehet komolyan venni. Szóval ugye mondtam, hogy egy jóhumorú emberről van szó, de ő ezt is túlhajtotta, tehát amikor mérges volt, akkor is látszott az arcán, hogy én most emberek éppen egy szerepet most játszom. Nagyon mérges leszek. Hát volt ilyen, az egyik riporterrel csinált interjút, és egy újságíró, hogy akkor most én szeretnék egy interjút készíteni, parancsoljon, miről van szó. Hát a TSZ-ek átalakulál, várjon itt ennél, mérges szoktam lenni, összeborzolt a haját, és na most kérdezzen. Kérdezett, elmondta, hogy a vörös bárók kapirgálnak a összelopott vagyon szemétdombján, és kizsigerelik a magyar népet, hogy a vége lett, megigazított a haját, mi rendben volt, jó volt, igen, mondták, jó volt, és mosolyogva tovább ment. De ez azért is egy más időszak volt egyébként, mert a parlament sokkal inkább a színpada volt a politikának, ahol nagyon keményen vitatkoztak a felek egymással, de utána kimelve a folyosóra, teljesen normális volt, hogy kezet fogtak, érdeklődtek egymás iránt. Nem folytatódott az, ami a parlamentben volt, hanem lehetett beszélni még egymással. És amikor a liberálisok elleni kirohanás zajlott, a patakvér hangzott el a parlamentben, akkor utána például nem megbeszélte ezt? Én mondtam neki, hogy sokkal több hülyeséget hordtál össze, mint általában szoktál a beszédeidbe. Amire ő meg azt mondta, hogy mert biztos te nem érted, hogy én miket mondok, de mi jóba voltunk tulajdonképpen, ugye hozzáteszem, hogy a legtöbb összetűzésen vele volt, mert 94-98 között Tordján József volt a legtöbbet felszólaló képviselő, én meg a második legtöbbet felszólaló, miután állandóan velem foglalkozott, de ettől mi eltekintve mi egyébként jó viszonyban voltunk, sőt, tehát én a első ciklusban még a kisgazdákkal is a különböző névnapokra például engem meghívtak, és el is mentem, ott nagyon jó házi kolbászok, szalonnák, borok, pálinkák voltak. Ahogy kisgazdákhoz élik. Ahogy kisgazdákhoz élik, azzal kellett vigyázni, hogy mire verekedni kezdenek az ember, már hazamenjen. De egyébként, mondom, szóval ez egy más időszak volt, hát jellemző történet Tordján Józseffel,
Másról is meséltem, hogy az egyik ilyen nagy összetűzésünkön ordibált egy jót, én egy keményet visszaszóltam, mire ő azt mondta, hogy vegye tudomást, hogy soha többet szóba se állok magával, nem is fogok kérdezni, nem is számít, nem érdekel. Leült, és ahogy ült, leátintett, hogy rendben vagyunk, Gabikám mondta, persze, hogy rendben vagyunk. És kimentem a folyosóra, és találkoztunk, szevasz, mi újság, hogy van Mariska néni, hogy van Katika, mindenki jól volt, kezet fogtunk, szóba se került, hogy mi volt 2 perccel korábban a parlamentben, mert ez így működött. És akkor hallom, hogy én jövök el, a Kurír újságírója odalép hozzá, hogy elnök úr, mit beszélt a miniszter úrral? Azt mondta, hogy kérem szépen elnézést kért tőlem azért a minősíthetetlen hangnemér, amit benne alkalmazott, és másnap megírták, hogy a Kunce elnézést kért Tornyán Józseftől. Ilyen volt. Van politikai életműve? Szerintem nincs. Hát, megmaradt valaki, akit azért egyre inkább most már így visszatekintve bohócnak tekintenek. Ami megmaradt utána, az az Orbán kormányzás, ugye, mert ez a mostani is annak az időszaknak a következménye, ami meg nem az ő életműve, hanem az ő tevékenységének a következménye. És amivel az utolsó nyilatkozatok szerint szembe is került élete vége felé. Hát ő már közben a szembe került, már a könyvében is elég keményeket írt az Orbán kormányról, sőt, ha egy fél mondatba kérdezték, ugye, hogy miket csinál mostanában, mondta, hogy favágással tartja kondícióban magát, és hát olyan kemény ott a Tája utcában a föld, hogy csákánnyal kell föltörnie, és rögtön hozzátette, hogy az elmúlt évben több követ bányáztam ki, mint az Orbán család az összes bányájából az idén. Azért ez így egy szomorú végkifejletés konklúzió egy olyan élet végén, amely nagyon sokáig azzal a csillogással kápráztatta el a híveit, hogy majd ő újra teremti azt a kis gazdapártot, amelyik a 40-es években hogy szudarul lett begyarulva. Igen, ez az én véleményem, amit most elmondtam. Nagyon sokan lesznek olyanok bizonyára, akik most őt siratják, akik nagyon szerették és tisztelték, akik benne látták a vidék utolsó mencsvárát, és az ő emlékezetükben egy másfajta Tornyán József marad meg minden valószínűség szerint. De hát azt tudomásul kell venni, hogy a politika világa az ilyen, ott föl lehet emelkedni, aztán le lehet zuhanni, meg lehet maradni az emlékezetben, el is lehet onnan tűnni. Ettől függetlenül most meghalt egy ember, akinek voltak jó tulajdonságai, volt tehetsége, egy időben egy szeretetre méltó, jó humorú figura volt, később a politika ezt nagyon eltorzította, mármint a személyiségét, aztán élete vége felé pedig, ha hívták valahova, akkor jókat mondott, most meg meghalt, hát nyugodjon békében. Tornyán Józsefre emlékeztünk, Kunce Gábor tette ezt leginkább. Köszönöm szépen.